Szabó Tamás görög katolikus papa vendégünk. Mondhatnám azt, hogy ugye gyakorlatilag visszatérő vendég vagy, hiszen egy fantasztikus eseményt szerveztetek a nyáron, amikor gyakorlatilag együtt futottatok, mégpedig azért, hogy az emberek tudják azt, hogy a sport is lehet egyfajta hit tevékenység, tehát sok mindent csinálhatunk hittel, lelkesedéssel és mély átérzéssel. Hát valahol a karácsonynak is tulajdonképpen arról kellene szólni, hogy lecsendesedjünk és megtaláljuk önmagunkat, és egy kicsit visszataláljunk a saját forrásunkhoz, de mégis, mintha ha mostanában egy kicsit megszürkülne, bármennyire is tele vannak az üzletek csillogóbbnál csillogóbb díszekkel, valahol az emberek, mintha nem tudnák ezt átélni. Én látom ezt így, vagy ez egy ilyen tendencia ma a világban, hogy az emberek egy kicsit eltávolodtak önmaguktól és az ünnepléstől. Én is köszöntelek, és természetesen a kedves nézőket is. És egy picit örülök, hogy ez a futással vezetett föl, bár nem beszéltünk róla, hiszen vasárnap is volt egy kis akciónk Örökösföldön, ahol a Hová rohansz 2.0 helyett mondtuk, hogy inkább ne rohanj, hanem fuss velünk, és egy ilyen ráérős délután szerveztünk, amiben az ürügy volt a futás, az ok pedig az, hogy talán azért, mert elrohanunk az ünnepek mellett is, meg minden mellett is. Egy felgyorsult időben élünk, egy felgyorsult világban élünk, ahol már nincs időnk abban az értelemben véve ünnepelni, hogy rákészülünk, hogy vágyakozunk rá, hogy időt szánunk rá. Bár meggyújtjuk a négy gyertyát, mi görög katolikusok 40 nappal előtte elkezdünk készülődni, de valljuk be őszintén, nem sok készületi energiát tudunk belefektetni, mert ahogy beszéltük, dolgozunk, végezzük a mindennapjainkat, sőt, ugye most két szombat is volt, ahogy az előző beszélgetésből is kiderült, amikor végig dolgoztunk. Tehát bele rohanunk és bele esünk az ünnepbe. Nincs idő arra a típusú felkészülésre, ami régen egy picit természetesebb volt. Hiszen azzal, hogy lerövidültek a nappalok, hogy hosszúak voltak az esték, az embereknek volt idők elcsendesedni, volt idejük szentírást olvasni, volt idejük együtt lenni, volt idejük beszélgetni. Persze ürügyet találtak rá, hogy milyen néven nevezzék el, de volt idő átmenni a szomszédokhoz, volt idő meglátogatni a másod-harmadfokú unokatestvéreket. Egy egészen lelassított világ volt ez, és abban a gyorsaságban, amiben még mi éljük a mindennapjainkat, nagyon-nagyon nehéz az ünnephez úgy odaérkezni, hogy ne csak a testünk, hanem igazából a lelkünk is odaérjen. Hozva egy kicsit a futás analógiát, vagy egy kicsit a zarándoklat analógiát, a gyalog a zarándoklatban is az a szép, hogy amikor az ember úgy indul el Máriapócsra, hogy gyalog megy, és az telik 5-6 órában, mire odaér innen Nyíregyházáról, addig úgy is mondhatnánk, a lelke is odaér. Ha kocsiba ülünk, és már ebédre vissza is érkezünk, sose lesz meg ez az ünnepi hangulat. Tehát valójában mi nem érünk oda az ünnephez. Az ünnep ott van 2000 éve. 2000 éve mindig szól az alapvető üzenet, hogy nézd ember, ennyire szeretlek téged, önmagamat ajándékozom. És milyen érdekes, hogy ezt is kimondja a legszebbet, hogy önmagamat ajándékozom. Hát ettől többségünk fél. Mert az azt jelenti, hogy időt kéne rád szánni. Az időmet kéne rád pazarolni, és azért az egyik legdrágább kincs manapság az idő. Azt is mondjuk sokszor, hogy nincs időm. Mindig feladatok elé állunk, mindig fontossági sorrendeket állítunk fel. És amikor belegondolunk, hogy mik voltak az életünkben az igazán nagy élmények, akár a nagy ünnepek, azok, amikor időnk volt. Időnk volt leülni, nem kellett rohanni, ezért válik ünnepi egy üveg bornak az elfogyasztása, egy sörözéssel szemben, mert annak van egy szertartás, annak kell egy ideje. Azért jó dolog sokszor a szerelmeseknek, amikor egymásra találnak az az ünnep, hogy órákat képesek egymás mellett, egymás közelében lenni, és valahogy megáll az idő. Ezért fantasztikus lenne a karácsony, ha észrevennénk, hogy ez az időnek az ünnepe. Az, amikor belassítjuk, amikor egy kicsit megmerünk állni, merünk énekelni, merünk templomba menni, merünk játszani, merünk leülni, merünk semmit sem csinálni, hogy így fogalmazok. Egyszerűen csak élvezni azt, hogy igen, a létünk egyik alapvető eleme az, hogy mi ünnepeljünk. Nagyon nehéz, mert ki kell lépni a hétköznapokból. Merem mondani, ki kell lépni a komfortzónából, mert most már a komfortzónánkhoz hozzátartozik az, hogy információ mennyiséget kapjunk, hogy fontosnak érezzük magunkat, hogy menjünk, hogy szaladjunk, hogy rohanjunk. És bizony az, amikor az ember megáll és hirtelenében, nem is biztos, hogy tud vele mit kezdeni. Mert megzavar minket a csend, a nyugalom, mert már nem szokott, nem a mindennapi életünknek a része ez.
Ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy talán azért vágyakozunk néha a fehér karácsonyra, mert a hó, mintha letompítaná azt a borzalmas nagy zajt, ami a világban van, és egy kicsit talán közelebb hoz a csendesedéshez. Valóban ugye a húsvér kapcsolatokat fölváltották a virtuális kapcsolatok, hirtelen az egész világnak megmutathatjuk azt a meghittséget, amit mondjuk otthon teremtünk a karácsonyfánk felállításával, de egy nagyon furcsa dologra jöttem rá most, ahogy beszélgettünk, én is azon gondolkodtam, ami sok ismerősömnél látom, hogy már hamarabb felállítják otthon a karácsonyfát is, pont azért, hogy időt spóroljanak, hogy azon a napon lehetőleg kevésbé legyenek idegesek, és minden a helyére kerüljön. Tehát pont azon próbálunk meg spórolni, ami talán hozzásegítene ahhoz, hogy magát a karácsony szentségét át tudjuk élni. Az ünnep az a kilépés a hétköznapokból. De ha egy hónapon keresztül ott a fa, akkor az már egy hétköznappá válik. Megszokjuk. Attól ünnep, hogy az csak néhány napig áll ott a szobában, néhány napig változtatja át a környezetet. És szükségünk van ezekre a külső dolgokra, mert ez hat azért a belsőre. Mindannyian tudjuk, hogy egy ünnepi ruha, egy kellőképpen feldíszített környezet hat ránk, ha hagyjuk. Tehát én azt látom, hogy kívülről minden készen van, csak vajon befele is beérkezik ez az információ. Az információ szuperstrádáján mindenhova eljut, hogy nálunk mi van, de vajon befele is érkezik-e? Ez jóval hosszabb, ez jóval, hogy mondjam, nehezebb. Ott még nem 5G-vel megy az internet, ami a lelkünk irányába mozgatja meg ezeket. Ezért van az, hogy az egyház egy kicsit azt mondja, hogy lassuljunk be, böjtöljünk, ugye böjti időszakról is beszélünk. Üresítsünk egy kicsit, helyet készítsünk térben, időben, gondolatainkban, minden másban. Merjük elhinni azt, hogy ez a gyertya akkor jó, hogyha minden fényt lekapcsolunk, és csak egyszerűen ő van meg én, és úgy, ahogyan a hóval is beszéltünk, hogy kicsit lezár mindent, hiszen a fénye már nem terjed túl, hanem csak arra az egy méterre, másfél méterre, ahol mi vagyunk. Egy templomi imádságban, amikor az ember becsukja a szemét, lehajtja a fejét, összeteszi a kezét, akkor pont így akar egy kicsit bezáródni és figyelni erre. Nem véletlen, hogy maga a betlehemi történet is egy nagyon zárt. Valószínűleg lehetett volna információ szuperstrádán, bizonyára, hogyha József feltöltötte volna Facebookra vagy az Instagramra a képet, hogy megszületett a kis Jézus, több millió lájkolója lett volna, vagy bármi más. Mégis egy olyan kort választanak, amikor ez egy meghitt csendességben zajlik meg. Egy bezártabb világban. Én merem azt mondani, hogy merjünk bezárni ajtót, ablakot a következő hetekben, de a virtuális térben is, és merjünk egy picit úgy befele fordulni. Merjük elővenni a gyerekkori társasjátékainkat, merjünk egy pohár teával bezárkózni egy kicsit az életünkben, és minden más ilyesmivel. És hát menjünk el a templomba, mert ott, ebből a csodából, ebből a zárt világból is megtapasztalhatunk valamit. Hát legyen így most. Köszönjük szépen ezt az üzenetet, és kívánunk áldott boldog karácsonyt neked is és a családodnak is. Úgy legyen.